Egy olyan fantasztikus álom kezd megvalósulni, amiről talán 10 éve kezdtünk el beszélni, amikor rájöttünk arra, hogy a jelenlegi sportlétesítmények nem bírják már kiszolgálni azokat az igényeket, amelyek itt vannak a városban. Nagyon nagy szükség van arra, hogy minden városban az az infrastruktúra a sport terén rendelkezésre álljon, ami a különböző sportágaknak szükséges. Én gratulálok a város vezetésének, hogy elkötelezte magát emellett. Örömmel működtünk mi magunk is együtt ennek a beruházásnak a Taobó történet megvalósításában, és nagyon bízunk benne, hogy a jövőben Hajdon Ánással a magyar kézilabda újabb csiszolatlan gyémántjai kerülnek majd ki. A Hódos Imre Városi Sport és Rendezvénycsarnok átadójának gálamérkőzését közvetítjük, kedves nézőink. A Hajdon Ánás a Vasassal csap össze, ellenfelünk ugyanabban az osztályban szerepel, mint a miénk, azonban másik csoportban, nyugaton, egészen pontosan ott 4. helyezett. A miénk a megszokottnál kicsit bővebb kerettel vágnak neki ennek a mérkőzésnek, ugyanis 18 játékos nevezett Molnár András az ünnepre tekintettel, hiszen ünnepez a hajdonánási női kézilabda sport életében, ennek a klubnak az életében. És hát látjuk azt, hogy azért szerencsére sok-sok embert érdekelt ez a mérkőzés, és ez a hivatalos átadó, hiszen a szemközti lelátó ugyan egy picit hézagos, de szinte teljesen megtelt, és kiváló hangulatban, igazi meccs hangulatban avathatjuk fel ezt az arénát, hivatalosan is. Ott van tehát mindenki szinte, aki hadra fogható a miénk felnőtt csapatának keretében, és olyan inkább az ifjúsági csapatot erősítő játékosok is lehetőséget kaphatnak, és kapnak is ma a pályán, akik azért felnőtt szinten az ősszel nem sokszor jutottak szóhoz. Mindjárt ott van Tarlotti például, aki kezdőként fogja irányítani a hajdonánási csapatot. És ahogy nézem, Cserős Petra is a pályán van. Ott van Kemény Dóra, Osvai Fanni beállóként, Zihor Flóra jobb átlövőben, jobb szélen, Por Brigitta és a kapuban pedig Kis Bernadett. A miénk kezdik a mérkőzést, ebben a pillanatban útjára indul a labda. Azonban a labdával együtt nem indult útjára az idő. Erre várunk, ugyanis a kijelzőn nem kezdtek el peregni a másodpercek, ezért állt meg 5 másodperc után már is a játék. Mostanra úgy tűnik, hogy helyreállt minden és folytatódhat a támadás. A Sipszó engedélyt is ad erre. Tor! Érdemes lesz figyelni azért ezt a Vasast is, hiszen ahogy mondtam, komoly játékerőt képviselnek. És hát valamilyen szinten ismerhetjük őket azért az előző szezonból, amikor még itt szerepeltek. Közben megszületik az első gól, más kérdés, hogy érvénytelen, úgyhogy hiába az ünneplés. Kis Bernadett a másik oldalon. Marad a 0-0.
Szóval a Vasas tulajdonképpen helyet cserélt a pénzügyőrrel. Erre a szezonra a pénzügyőr átkerült, visszakerült keletre, a Vasas pedig nyugaton próbálja kiharcolni az NB1-es szereplést, mert hogy ez a cél az első osztály egyértelműen az angyalföldieknél. Penszki Gergely irányít nyár óta, egy ambiciózus fiatal edző, 38 éves, mindössze ennek ellenére nagyon komoly edzői tapasztalattal rendelkezik, hiszen sérülései ellehetetlenítették játékos pályafutását, úgyhogy 22 éves kora óta a pálya széléről dirigál a játékosoknak. Kemény! Cserés jön befelé. Zihor. Pór. Ezúttal nem találja egyenlőre a lövőhelyzetet, és nem sikerül egy az egyben megvernie hadnagyot. Illetve Tóth volt az, bocsánat, nem is hadnagy. Kemény. Neki sem sikerül lőni. És most már valóban hadnagy avatkozott közbe. Kemény. Lassan lőnünk kell, az egy gyönyörű bejátszás, és ott az első gól. Osvai Fanni a találat szerzője. Felrobban a csarnok. A lányoknak viszont figyelni kell, hátul Pénzes próbálkozott. Ő sem lehet ismeretlen a hajdunánosi kézilabdát követők számára. A 2017-2018-as szezonban ugyanis erősítette a mieinket Pénzes Laura. Aztán lehúzott másfél évet Kecskeméten, és decemberben jelentette be a szerződtetését a Vasas. Visszautasíthatatlan ajánlatról beszélt bemutatkozásakor. A Vasas kapcsán Pénzes Laura fejlődése szempontjából meg kellett hoznia ezt a lépést. Így kommentálta átigazolását. És itt az NB1B-ben mutatott teljesítménye azért valóban predesztinálhatja arra, hogy húzó embere legyen a fővárosiaknak. A szép egy az egy, és kiegyenlítenek a vendégek. Takács Fruzsina, a gólszerző. Ő egyébként a legeredményesebb játékosa a Vasasnak, közben ez egy csúnyán eladott labda. Mehet Zicserben Tóth Melinda, és értékesíti a helyzetet. Hamar megfordítja az eredményt a pirosmezben játszó ellenfél. Osvai, 7 méteres. És Pénzes Laura kapja a sárgalapos figyelmeztetést. Ez az első a mérkőzésen. Kemény a hetes vonal mögött. Be is vágja. 2-2. Pénzes. Letolja a szélre. Ott a lehetőség, és hiába ér hozzá Kis Bernadett. Hansági Beatrix labdája így is bejut a hálóba. Zihor. Zihor újra. Szépen tör be. Néma marad a síp, nem is gondolom, hogy történt szabálytalanság. Sikerült hárítani a Binón Boglárkának. Ott az pedig egy szép csel, aztán nem sikerül a befejezés. Hát mondhatjuk, hogy a nehezét megcsinálta Takács. Nem sikerült betalálnia a kaputorkából. Ez viszont újabb esélyt ad arra, hogy kiegyenlítsünk. Kemény. Ebből a támadásból biztosan nem fogunk egalizálni. Elrontottuk. Ahogyan elrontott a Takács is. Pontatlan passz után nem sikerül gyorsan végigvinnünk az akciót. Ez a taktikai fault lehetőséget adott a Vasasnak arra, hogy visszazárjon mindenki. Pór. Szabad dobás. Tart.
Tarlotti. Kemény Dóra! Nagy lövés, a keresztlécen csattan, és aztán Osvai harcol a labdáért, és nagyot esik. Többen is dolgoztak azon a Vasas védői közül, hogy ne férjen a labdához Osvai. Zihor! Zihor próbálkozik. Szabad dobás. Tar. Kemény megy fel. Jó, a sánc, Osvai nem tudja megszerezni a játékszert. Takács. Nagyon rossz az indítás, ebből fordulhatunk. Kemény és Tar játszanak össze. Tarlotti pénzes áll elé. Egyelőre nincs lövés, ebből így már nem is lesz. Pillanatra úgy tűnt, amikor sikerült megszelidíteni ezt a rossz átadást Tarlottinak, hogy ezt talán zicserig vihetjük. Ismét dicsérnünk kell a vendégvédekezést. Takács! Pénzes! Megveri Keményt egy az egyben, viszont aztán Kis Bernadett megakadályozza a gólt. Viszont újra bizonyítania kell, ugyanis büntetőt ítélnek a játékvezetők. Egyébként ez talán nem hangzott el eddig, Katona János és Konyár Imre vezetik a mérkőzést. Takács a két gólos vendégvezetésért összejön, 4-2 a Vasasnak. A 8. percben járunk. Kemény. Ezúttal sem sikerült átlőni, a passz viszont jó Tarlottinak, és belül védekezésért jár a büntető. Tarlotti kiharcolta, és értékesítheti ezt a hetest. De csak a kapuscsere után. Kaszl Anna érkezik a vendéggólvonal elé. De nem tud ő sem védeni. Azonnal felavatja Tarlotti. A csere csak a hetesre szólt. Már vissza is tért a pályára Binó Boglárka. Takács. Még egyel tovább, ott a folyosó, pénzes előtt. 5-3. Kemény. Megpróbált nagyon gyorsan válaszolni, és most nem volt szíve leadni a labdát. Tar. Cserős. Zihor. Támadó hiba. Takács nézi, kinek adhatja. Van is induló ember, meg is találják. És ezzel megszületik a 6. Vasas gól, Tóth Melinda. Kemény. Zihor. Betolja Pornak. Megvan még. Tar. Összezárt pénzes és vansági. Tarlotti. Kemény. Zihor. Szabad dobás. És egy 2 perces kiállítás, az első a mérkőzésen, Hadnagy Fanni kapja. Hadnagy Fanni.
Zihor. Ebből az akciónkból sem születik gól, az ellentámadásra viszont figyelnünk kell, megint kiszolgáltatott helyzetben Kis Bernadett. Birta Langidai a találat szerzője, és Molnár András kér időt. Egyértelműen a vendégek kedve szerint alakultak az elmúlt percek, meg is léptek 4-jel. Valószínűleg attól tartott Molnár András is, hogy már nagyon nagy lesz a különbség a két csapat között itt a mérkőzés elején, és nyilván nem lenne jó hagyni azért meglépni a Vasast, de dacára annak, hogy nyilván semmi tétje nincs ennek a találkozónak, és ez elsősorban csak az örömjátékról szól ma. Pór. Most azonnal tehetünk azért, hogy csökkenjen a vendégek forja. Kapunk egy szabad dobást. Osvai gyönyörűen csinálta, így hiába Binó védése a szabálytalanság miatt, amit elkövettek Osvai Fannival, szemben jár egy büntető, és egy újabb kétperces kiállítás pénzes Laurának, ez pedig azt jelenti, hogy egy percig kettős ember előnyben leszünk. Hiszen van még 59 másodperc, hadd nagy Fanni két perceséből is. Kemény, nagyon magabiztosan a büntetővel. És talán nem túlzok most, ha azt mondom, hogy illene a négy vendégmezőnyjátékossal szemben megúszni most kapott gól nélkül. Vagy legalábbis nem hagyni, hogy tiszta gólhelyzetet tudjanak kialakítani. Nyilván egy átlövés bármikor utat találhat a kapunkba. Megúsztuk. Beszedett gól nélkül. Osvai. És akkor most kettős ember előnyben viszont nekünk illene kihasználni. Így is van a lehetőséget. Kelemen Gréta. Ez az első találata a meccsen. Említettem, hogy egyértelműen a feljutásra pályázik a Vasas nyugaton, és nem is áll ettől messze, az őszi 11 mérkőzéséből 9-et megnyert. Az első fordulóban a Csurgó és a harmadikban a Budaörs ellen kapott ki, így jelen pillanatban a negyedik helyen áll, viszont mindössze 2 pontra van a listavezető Budaörstől, amelyet ráadásul majd hazai pályán fogad a tavasszal, úgyhogy abszolút nyitott még nyugaton is minden kérdés a bajnoki címet illetően, és talán egy picit túlzok, ha azt mondom, hogy is. Mert a mi csoportunkban itt keleten azért nagyon úgy tűnik, hogy nem igen lesz olyan csapat, amely meg tudja fogni az Egert. Közben Kemény próbált meg üres kapura gólt szerezni. Nem sikerült. Szóval itt keleten az Esterházy 11 mérkőzéséből 11-et nyert, így 100%-os mérleggel vezeti a bajnokságot, nehéz elképzelni, hogy bárki megfogja a tavasszal az egrieket. Takács ragaszt óriási gólt. Cserős.
Osvai. Tar. Kemény. Osvai kéri és kapja is. Kelemen és Osvai is földre került ezen a támadáson belül. Osvainak ráadásul, ha jól látom, vérzik a térde. Nagyot küzd egyenlőre a vendég belső hármassal. A labda a Vasasé. Ráadásul Tóth Melinda lemarad a földön, ezért áll meg a játék. Takács és a játékvezető együttes erővel segítik fel, és Penszki Gergely érdeklődik az oldalvonal mellett. Játékos, ahogy léte felül, úgy néz ki, hogy a pályán tud maradni Tóth. Birtalang idei. Kapja vissza. Hansági. Pénzes. Kisvéd, a kipattanó Kemény Dóráé. És akkor most lehet rohamozni, ketten is lemaradnak. Pór. Ott a helyzet, és ott a gól. 8-6. Birtalang idei. Figyeljünk oda hátul. Pénzes azonnal válaszol. Kelemen büntető. Kemény kettő, illetve bocsánat. Kemény kettőt értékesített, és mellette egyet már tarlott is. Utóbbi duplázhat. Nem sikerül. Marad a 9-6. Takács. Jó a sánc. Kis Bernadett. Kemény. Úr. Megharcol érte megint Osvai, és ennek gól az eredménye. Kiváló eddig, ahogyan összeszedegeti ezeket a lecsorgó labdákat. Osvai Fanni, aki egyébként sincsen rossz formában, a Balmazújváros elleni hétközi ligakupa visszavágó 8 gólt szerzett, ezzel ő volt a csapat legeredményesebb játékosa. Túl vannak ugyanis az általunk is közvetített Balmazújváros elleni ligakupa meccs visszavágóján is a lányok. Itt 30-18-ra nyertek, és Balmazújvároson a második mérkőzésen 33-30-ra. Úgyhogy abszolút magabiztosan léptünk tovább. Birtalang idei, megszületik a 10. Vasasból. Ennek a Balmazújváros elleni párharcnak a legeredményesebb hajdunánási játékos egyébként Kemény Dóra volt, aki a két meccsen 11 gólt lőtt. Nála csak a balmazújvárosi Pál Izabella volt eredményesebb, ő 13-at szerzett a két találkozón. Birtalang idei. Pór. Megkapják a labdát a vendégek. Itt Hadnagy volt nagy csatában a játékszerért. És ezúttal vendégidőkérés szakítja meg a játékot. Amen.
10-7-es vendégvezetéssel folytatódik tehát a mérkőzés a 18. percben. És a Vasas támadhat. Öt egyet védekezünk, Kilcs próbál zavarni. Pénzes. Büntető. És sárga lap Balázs Dorinának. Sárga lap, figyelmeztetés. 15-ös percben Balázs Dorinának. A hetest Takács Fruzsina végzi el. És bedobja nagyon maga biztosan. 63 gólt szerzett az ősz folyamán a 11 bajnoki mérkőzésén. Kilcs. A lábához is hozzáért. Pénzes indít. Az gyönyörű játék, Birtalang idei. 5 gól a vendégelőny. Kész gyorsít. Megpróbálta kihasználni, hogy nem voltak még teljesen koncentráltak a belső hármas tagjai. Kilcs. Kemény. Kemény lő. Sikerül hárítani Binónak. Az pedig így gyönyörű. Már az is bravúros volt, de hogy lekapta a levegőből Tóth ezt az indítást. És aztán még arra is maradt elég koncentrációja, ereje, hogy behelyezze a kapuba. Kitagadás, egyenlőre jól védekezik a Vasas. Nincs átütő erő a támadásainkban. Kilcs. Kemény. Az gyönyörű passz, Kelemen próbál befordulni. Ez is hetes. Kemény jön harmadszor. És jön újra Kosztl. Azelőbb Tarral ki tudott babrálni. Nézzük Keménnyel szemben mire megy. Ezt nem tudja védeni. Kemény Dóra marad. 100%-os a hetes vonal mögül. Pénzes.
oda sem nézett, úgy próbálta az ígyszerbe hozni Birta Langilait. Kilcs. Zihor másodjára megvan, ahogyan a lövés is Binónak, viszont maradunk támadásban, ugyanis az oldalvonalon ment ki a labda. Kilcs. Pór. Arlotti középen, Pór. Ott el lehet lőni bizony. 4 gólra csökkentjük a különbséget. Nincs gól, kis tévesztett. Kilcs. Picit megakad a lendület, így még mehetünk tovább. Kilcs! Szabad dobás. Zihor. Tar. Kilcs. Újabb szabad dobás. Tar. Fordulhat a vasas. Viszont visszarendeli a labdát a játékvezető, hiába lódult meg Birta Langilai. Kis. Pénzes. Kis Bernadett. Ez most nagy védés volt, és nagyon kellett. Most kellene a mezőnyben meghálálni ezt a teljesítményt Kis Bernadettől. Nagyon nem mindegy, hogy 5 góllal elhúz a vasas, vagy mi zárkózzunk fel 3-ra. Pór. Kilcs. Megállítják. Tar. Nem merte bevinni. Ezzel szemben Moharos most ott van Zicserben, és értékesíti. Pór. Gyorsan jön a válasz. 14-10. Még 4,5 perc az első félidő végéig. Balázs Dorina kapja az első Hajdunál első 2 percest. Moharos lövését védi. Kilcs. Kelemen.
Nem sikerül igazán közel jutni a kapuhoz, most Kilcs próbált meg rágyorsítani. Kilcs aztán nagyot esik Pénzes mellett, és nekem nagyon úgy tűnt, hogy lerántotta őt a mezénél fogva Pénzes Laura, és valószínűleg a játékvezetőknek is, ugyanis megkapja a vendégek 37-ese a két percest. A hetest Rabina Inez értékesítheti. Ő nem kapott még játék lehetőséget a meccsen. Most így tulajdonképpen az első labda érintéséből megszerezheti az első gólját. Nem sikerül Binohárit. Mirtalan Gidai. Moharos. Szép ejtés. Kilcs. Az jó labda, a Por Brigitta. Binohárit. Jöhet a bedobás. Zihor. Egy pillanatra kinézett Por Brigittára, viszont úgy ítélte meg, hogy ezt neki egyedül kell megoldani. És utólag nyugodtan mondhatjuk, hogy jól döntött. 15-11. Szűk két perc a félidő lefújásáig. Moharos. Ivanics. Pasqualetti. Kisvéd. Kelemen megpróbál befordulni. Szabad dobás. Felzárkózhatunk három gólra, és ha mondjuk csak mínusz hárommal mennénk fél időre, az azért egész sok jót ígérhetne a második fél időre, de legalábbis mindenképpen okot adhat a bizakodásra. Az első lépést megtesszük, ugyanis meglőjük a magunk gólját, most már csak ki kellene védekezni ezt a vendégakciót. Ivanics. Sikerül befordulni, kapufa, és aztán büntető Balázs Dorina belül védekezéséért. Nyilván onnantól kezdve, hogy meg tudott fordulni, Hadnagy már igazából tehetetlen helyzetben volt. A hajdonállási védőjátékos, és időn túl jöhet Takács hetese. Ha bedobja, akkor mínusz négyjel megyünk szünetre. Márpedig bedobja, Kis Bernadettnek nem sikerül védeni. 16-12-re vezet ezzel. A Penszky Gergely irányította a Vasas 30 perc játék után. Ezen a gála mérkőzésen. Azért azt mondhatom, és nyilván a kedves nézők is látták, hogy erősen kísérletezik Molnár András lehetőséget biztosít olyan játékosoknak is, akik alapvetően talán nem kapnak annyi szerepet a bajnoki mérkőzéseken, vagy kaptak az ősz folyamán. És erről is kell, hogy szóljon persze ez a mérkőzés. Hiszen ahogy már említettem, tétje nincsen, úgyhogy én azért számítok arra, hogy
Amellett, hogy nyilvánvalóan sportemberekről lévén szó, majd megpróbálnak a mieink minél közelebb jönni a Vasashoz, és Molnár Andrásnak is ez lesz a célja. Azért forgatni fogja ezt a csapatot, és láthatunk a pályán számos olyan játékost, aki nem kapott szerepet az első 30 percben. 4 góllal vezet tehát a Vasas, eldőlve viszont még semmi nincs, úgyhogy én azt hiszem érdemes lesz velünk maradni. Néhány perc és jövünk a folytatással. Régi barátom, te is tudod talán.
Érekezést vigyék a labdát, kértem a két állós, futni fog neki bátran, szősök legyenek a sarokba, ha érkeznek, akkor Dóri bátran lőjön nagy lendület szerzésből, a Merci meg bátran vigye az egyegyezéseket, jó? Olyan ne legyen, hogy nem vállalkozol, hátul legyen, jó? Gyerünk, gyerünk, kettárom, állás, hajrá! Már is itt vagyunk a második félidővel, 16-12-es vasas vezetésről folytatódik. A mérkőzés itt a Hódos Imre Városi Sport és Rendezvénycsarnok átadójának a napján. De azért mutatott abból nem keveset a vasas az első félidőben, még egy ilyen ünnepi hangulatú mérkőzésen is, hogy miért lehet nyugaton harcban az első helyért, a feljutásért. A miénk pedig olyan összeállításban játszották le az első játékrészt, amilyenben nem sokszor voltak a pályán a bajnokságban az ősz folyamán, abban az összetételben, és változtat azért már a második félidőre Molnár András, ez rögtön látszik itt a kezdés előtti pillanatokban. Például a teljes első félidőt végigvédő Kis Bernadett csak a kispadon foglal helyet itt a második játékrész kezdetén, és Kozma Tünde védi a miénk kapuját. Ott van egyébként most védekezésben Szögi Mercedes is a pályán, Kozma Krisztina és Mihovics Ivanna is azok közül, akik nem kaptak szerepet az első 30 percben. Ivanics, ő játszott már a félidő hajrájában. Kiváló gólátlaggal rendelkezik egyébként, 6 meccsen közel 30 gólt szerzett az ősz folyamán. És Szögi Mercedes irányít. Rabina, ő csak egy hetesre állt be, most viszont miután azt kihagyta, megszerzi átlövésből az első gólját, 16-13. Kis. Ivanics, még egyel tovább, az egy rossz bejátszási kísérlet, a labda viszont oda került Moharoshoz. Úgy tűnt, hogy Kozma és Mihovics is jó eséllyel startolhat a labdára, aztán a nevető harmadik Moharos lett. Bosszantó góllal állítja vissza a négy gólos különbséget a vasas. Kemény megy fel, és az egy gyönyörű lövés. Ivanics. Szecsődi. Kislő. Bepattan Kozma kezéről. Szögi. Kelemen. Mihovics. Illetve bocsánat, Rabina volt az. Szabad dobás, és kétperces kiállítás. Ivanics kapta. A vendégeknél is van azért kihez nyúlni, és bátran nyúl is a játékosaihoz Penszki Gergely. Közben gyönyörűen játszottuk Zicserig. Kelemen Gréta a találat szerzője. Szóval ezen a meccsen is azért bele-bele nyúl a csapatába Penszki Gergely, és az ősz folyamán is 23 játékos kapott legalább egy meccsen lehetőséget a vasasban.
Ők szerezték egyébként a legtöbb gólt a nyugati csoportban, 340-et, és a góllövéssel ma sem állnak hadilábon. 19 perc, 18 gól a mérlegük eddig. Illetve 19 perc, miket beszélek, szóval 34 perc. Kis. Szecsődi. Büntető. Kis harcolja ki. És Szögi is kap egy 2 percest. És kiegyenlítődik a pályán lévők száma. Szecsődi a labdával. Bedobja. Nagy erővel a léc alá. 19-15. Rabina. Kozma. Kemény Dórát állították meg. Cifra volt az. Egészen pontosan ő éppen a napokban hosszabbított a Vasassal. Nyáron érkezett a Dunaújvárostól a rutinos beálló. A nyáron járt volna le a szerződése, ő is a feljutás reményében toldotta meg egy évvel a megállapodását. És az első félidőben többször villanó Tóth Melinda is nagy nyári erősítése a Vasasnak, őt Mosonmagyaróvártól szerezték meg. Kemény kap újból lehetőséget, hogy betaláljon büntetőből. Be is talál. ...25 másodperc múlva egészülünk ki. Kis! Jó bejátszás! Büntető! Kelemen miatt nem tudott zavartalanul lőni Hadnagy. Szecsődi áll oda ismét. Ezt is bedobja. Hasonlóan maga biztosan, mint az előzőt. Szögi. Kemény. Szögi. Tanástalanok vagyunk egyelőre. Most Kozma jön belőre, és aztán rossz paszt ad Rabinának. Ivanics. Nem talál kaput. Szögi. Elpattan és néma marad a síp. Fordulhatnak a vendégek. Ivanics. Ivanics lő. Bent van. Hat gólra duzzad a Vasas előnye. Rabina!
Rafinált lövés, meg is lepte talán egy picit. A kapuban Kastelt. 22-17. Nem ére kimondom, jön a válasz. Szecsődi a gólszerző. Moharos. Jönnek ketten is a másik oldalon. Szecsődi. Ez is bent van. Szögi. Kemény. Tanástalanok a miénk, egyértelműen ezt jelzik Kemény gesztusai is. Lehet, hogy érik egy Molnár András időkérés. Csak mondanom kellett, lekerült az asztalra a tévetű. Az időkérés után folytatjuk. Penszki Gergely mellett Papp György is bőszen mutogatott a vasas játékosoknak itt az időkérés alatt. Korábban több utánpótlás korosztályt is irányított válogatott szinten. Papp György most másodedzőként segíti Penszki munkáját. És hát amellett, hogy a vasashoz is ezer szállal kötődik, hiszen 2010 előtt 13 évig állt a klub alkalmazásában. Nyáron miután Európa-bajnokságot nyert az U17-es válogatottal, csatlakozott a Vasashoz, és talán a mi szempontunkból a legérdekesebb dolog vele kapcsolatban, hogy hajdonállási születésű szakemberről van szó. Aki most már idestova 35 éve mondhatja magát szakmabelinek edzőként. Kemény Dóra, ellövi talpról, bomba gól. Ivanics. Cifra rontja el a helyzetet. Szögi. Szögi vezeti a falra, összeszedi Osvai, és nem pörög be a labda. Nem sokon múlott, marad a hat közte. Szabad dobás. Tizenkét perc telt el a második félidőből. Szecsődi. Kis.
szabadon lőhetett. 8-as számú mezben. Kis Gabriel. Mihovics. Rabina. Szabad dobás. Rabina is elválja a talpról. Kevesebb sikerrel jár, mint Kemény. Szecsődi. Felgyorsít. Ivanics. Még így is jó. Moharos. Gyorsan nem tudták lövésig vinni az akciót. Jönnek a cserék pályán Gajhoffer, Szatmári. Moharos és Szecsődi mentek le. Gajhoffer jobb lövőben, Szatmári bal szélsőként a Vasasnál. Gajhoffer. Rögtön egy asszisztal száll be, cifra a gólszerző. Rabina. Kemény. Szögi. Mihovics. Kemény. Cifra lépett oda azonnal. És most gyorsan elvégezzük. De jó volt ez. Kár, hogy nem talált kaput a végén Kemény Dóra. Még az ötlet is jó volt, hogy a rövid felsőbe vágja be, hiszen esélye sem lett volna Kaszlónak, hogyha ez a labda kaput talál. Szögi. Kozma. Szögi. Egyedül csinálja meg. 26-19. És cifra még egy 2 perces kiállítást is kapott, úgyhogy ember előnyben a mieink. A Vasas január 2-án kezdte a felkészülést a tavaszra. És január 12-e és 16-a között Mátraházán edzőtáborozott. 16-án megmérkőzött az Egerrel is. Az Eszterházi pályáján, és egyébként egy nagyon szoros mérkőzést játszottak a felek. 15-15-ös fél idő után végül is 2-vel nyert az Eszterházi. Úgyhogy mindenképpen elmondható az, hogy azért némi meccsterhelés volt már a Vasas játékosok lábában is, mielőtt ide érkeztek Hajdunánásra. Mihovics nagyon tisztán maradt. És ez a 20. gólunk. Még 45 másodperc van hátra. Cifra kiállításából addig biztosan emberhátrányban marad a Vasas, ha csak nem csinálunk valami butaságot védekezésben. Hofra mellett kerül Ivanics a földre.
Schailhofer, bent van. Kiegészült a Vasas, újra a pályán cifra. Rabina, felmegy, lesáncolják, sarokdobás. Gyönyörű! Kemény Dóra a gólszerző. Dicsérni kell Kozma Krisztinát is, aki remekül vette észre, hogy beindult az üres területbe. Kemény. Gajlhofer. Pasqualetti. Ivanić. Pasqualetti. Büntető. És még egy két perces kiállítás is. Osvait küldik le. Iván is lövi a hetest. A kapuba. Iván is 28-21. Szűk 12 perccel a vége előtt. Rabina. Mihovics. Kemény. Kilcs. Cifra állt a Kemény útját. Egy perc letelt Osvai kiállításából. Ivanić indíthat. Pasqualetti. Kilépett Kozma és jól tette. Sikerült hárítania az Itzert. Alig hanem megzavarta a fiatal vendégjátékost, hogy kilépett Kozma Tünde a túloldalon. Mihovics eredményes. Ember hátrányban tudunk egy picit közelebb jönni megint a Vasashoz. Gajhofer nincs bent. Kellett most egy kicsit a szerencse is. De persze az is, hogy előtte Kozma a kapufára tolja a labdát. Úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy megdolgozott a szerencséért a hajdunánási kapus. Rabina. Szabad dobás. Kemény. Osvai megpróbál befordulni. Cifra a vendégek egyik legjobb embere védekezésben. Mihovics. Büntető. A levegőben érte a szabálytalanság. Mihovics Ivannát, cifrát küldik le.
sikerül betalálni a hetesből. Molnár Flórának szavazott bizalmat Molnár András. Kimaradt a hetes. Kilcs indul el. Itt megint történt egy szabálytalanság, bizony. Büntető. Most kemény Dóra áll oda. Ő eddig nagyon magabiztos volt. Most is az, hiszen sikerül góllal zárni. Viszont ehhez most hozzá tudott érni Kosztl. Pascoletti. Gajhoffer került a földre. Tarlotti a kiállítás. És közben Penszky Gergely kér időt. És fél perc a lefújásig, 28-23-as vasas vezetés. Tulajdonképpen elveszve még mindig nincs semmi, már ami a vereség elkerülését illeti, viszont egy picit fel kell keményednünk itt a hajrára védekezésben, és kíméletlenül kihasználni a támadásban adódó lehetőségeket. Gajhoffer lőtt, Kozma védett. A labda marad a vendégeknél. Pascoletti. Ő is ellövi. Ez beakad. 2013-asban játszó Pascoletti kivált. Az Zior. Az jó játék, Mihovics. Köszönöm a Pascoletti válasz. Köszönöm a Mihovics Ivanától. A vasas kiegészül, letelt cifra két percese. Nem sikerült Imreinek megszelidíteni ezt a paszt. És az utolsó percekre Vas Nórának is lehetőséget ad Molnár András. Kozma Tündét váltja a Hajdunán első kapuban. Kilcs. Megpróbál bemenni, aztán Osvainak passzol. Így lett jó. No hát legyen meg az a huszáros, hajrá. Most csak négy közte. Ivanics.
Rajhoffer talál be. Azzal, hogy most beállt Vasnóra, nincs olyan játékos a mai keretben, aki ne kapott volna lehetőséget. Legalábbis a miénk oldalán. De egyébként, ahogy nézem, a Vasasnál sincs. Szatmári. Zihor. Molnár. Ofra. Nem tud befordulni. Többségben most az ifjúsági játékosok a pályán. Tarlotti, Molnár, Flóra, Ofra, Zsófia, Vasnóra, abszolút. Az ifi csapat húzó emberei voltak az ősszel. És Tarlotti újra lehetőséget kap, hogy értékesítsen egy büntetőt, ez bent van. Ugye az első játékrészben egyet elhibázott. Most eredményes tudott lenni. Gajhoffer. Ivanić. Imrei. Gajhoffer. Betolja a szélre. Már belépett Pasqualetti. Tar. Ott a lehetőség, Molnár! 3 perc, 3 gól a ledolgozandó hátrány. Újra Penszky Gergely kér időt. Lássuk tehát az utolsó 2,5 percet. Maradnak ugyanazok az emberek a pályán a Vasasnál, akik lejöttek az időkéréskor. Pasqualetti. Le a szélre, Imrei. Nem talál kaput. Nem talál kaput, így mehetünk a mínusz kettőért. Kilcs! Tar! Azért mindenképpen dicséri a miénk tartását, hogy
fel tudtak jönni a végére, hiszen ne felejtjük, volt már 8 gól is közte itt a második félidőben. Zihor. Kofra. Kilcs. Marad nálunk. Tar. Kilcs. Zihor. Sarokdobás. Alaposan elhúzódik ez a támadás vezetés. Kilcs. Még 4 passzunk maradt. Kilcs. Nem totajázhatunk, ezt most már lőni kell. Ebben a pillanatban veszik el a játékvezetők, hiába ragaszt óriási gort. Zihor Flóra érvénytelen. De jó lett volna úgy nézni ezt a vasas támadást, hogy csak 2 van közte. Főleg úgy, hogy nem találnak be a vendégek. Ez eljut Zihorhoz, kimarad. Megvoltak a lehetőségeink, hogy még szorosabbá tegyük. Gajhoffer, ő is fölé is, mellé is. A lövésével. Vas, így lesz jó Kilcsnek, de erre már nincs idő. Mire eljutott a labda a hajdúránási játékoshoz? Véget ért a mérkőzés. 30-27-es vasas győzelemmel. Egy gólt tudtunk csökkenteni a félidei 4 gólos különbségen. Ennek ellenére vereség lett a vége ennek a gálameccsnek. Tehát hangsúlyozom még egyszer, ahogy már az elején is elmondtam, ennek a találkozónak nem volt természetesen tétje. Ez az ünnepről szólt, ez arról szólt, hogy itt a Hódos Imre városi sport és rendezvénycsarnok átadóját egy kicsit színesebbé tegyük. Egy kicsit szórakoztassuk a kilátogató szurkolókat, akik egyébként szép számmal eljöttek. Én azt hiszem, hogy a szórakoztatás részre nem is lehet panasz, eredményeket pedig nem ezen a találkozón kell hozni. Lesznek ennél sokkal, de sokkal komolyabb mérkőzéseink is a közeljövőben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ennek fényében is fog értékelni majd a találkozó után Molnár András. Természetesen igyekszünk megszólaltatni őt és Penszky Gergelyt is a következő percekben. Január 2-án kezdték a felkészülést. Annak milyen fázisában jött ez a mérkőzés? Teljes mértékben a közepén vagyunk annak a felkészülési programnak, amit akkor elkezdtünk, illetve azóta is folyamatosan a tervek szerint játszunk vagy készülünk rá. A mérkőzésben egyébként pont ott vagyunk, hogy tegnap ligakupa mérkőzést játszottunk, ma ezt ugye lejátszottuk, ezt az edzőmérkőzésnek tekinthető, de maximálisan komolyan vett mérkőzésünket. És hát ugye holnap a tornára érkezve azt gondolom, hogy egy utolsó csapatösszetartó jellegű, egy utolsó erőnléti szakasz végén vagyunk, úgyhogy mindenképpen örülünk, hogy itt lehetünk. Igen, a komoly felkészülést már csak azért is szolgálhatta ez a meccs, hiszen minden nevezett játékos lehetőséget kapott. Milyen instrukciókkal küldte őket pályára a mérkőzés előtt, és utólag már mennyire elégedett a teljesítményükkel? Igen, valóban minden játékos pályára lépett. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk el akartuk volna könnyelműsködni, vagy lazára venni ezt a mérkőzést. Molnár András kollégámmal is megbeszéltük, hogy azzal tudjuk megtisztelni ezt a jeles eseményt, ezt a csarnokavató mérkőzést, hogy maximális erőbedobással, 110%-kal vesszük komolyan a mérkőzést. És akkor ennek fényében, hogy ennyire komolyan vették, hogyan látta magát a találkozót, mennyire elégedett a csapat a teljesítményével? Azt gondolom, hogy az elején egy picit hullámzóan több hibával kezdtünk, mindenki elizgulta azért az első néhány percet.
Nagyon szépen lépésről lépésre dolgoztak a lányok, azért a legvégén, hozzáteszem, hogy olyan játékosok is pályára léptek tudatosan, akik egy, kettő, négy hónapos sérülésből érkeztek vissza, tehát tulajdonképpen azt figyelembe véve, hogy milyen állapotban lévő játékosok voltak pályán, én szerintem helyén kezelve teljesen rendben volt ez a teljesítmény. Hát ebben az ünnepi hangulatban nem tudom, hogy hogyan álltatok hozzá ehhez a mérkőzéshez, kell vagy lehet egyáltalán ezt a találkozót szakmai szempontok szerint értékelni? Nem nyomta ezt el esetleg ez az ünnepi hangulat tényleg, ami itt uralkodott a csarnokban? Én nem gondolom. Tehát azért az látható volt, hogy ez a Vasas, ez egy nagyon-nagyon komoly játékos állomány, azt gondolom nem véletlenül küzd a bajnoki címért, azt gondolom itt Keleten is azért küzdene, tehát szerintem ő felveszi itt a két élcsapattal, az Egerrel és a pénzügyőrrel a versenyt, és azt gondolom, az nagyon szimpatikus volt, hogy végig komolyan vettek bennünket, tehát az látszódott, hogy ők is megpróbálnak sokfajta összetételt, de egyáltalán nem ment át ilyen fesztiválik, hanem ári hangulatba az egész. Ők is próbáltak gyakorolni, mi is próbáltunk gyakorolni, azért érződött, hogy ebben az összetételben azért a két csapat között azt gondolom, hogy azért érezhető és látható a különbség. Ettől függetlenül hát mi is próbáltunk szorgalmaskodni, és próbáltunk jó eredményt elérni, ami azt gondolom, hogy ez a három gólos különbség, ez azt gondolom, hogy ez elviselhető, hiszen szerintem nem ennyi van egyébként a két csapat között. Tehát ha visszatérve az elér a kérdésre, hogy szakmai, igen, és szerintem értékeltő, láttunk jó dolgokat, láttuk a hiányosságainkat, láttuk azt, hogy mi nem megy, de hát ezekkel ugye tisztában vagyunk, olyanok, mint labdakihozatal, például, vagy esetlegesen visszarendeződésbeli problémák is adódtak, de én azt gondolom 27 gólt lőttünk ennek a nagyon jó védelemnek, annak örülni kell, 30 kapott gólon el kell gondolkozni. De hál' Istennek mindenkinek tudtam játék lehetőséget adni, ez azért jó, hogy mindenki egy kicsit megszagolt ennek a remek új sportcsarnoknak az illatát, és szerintem mindenki azért hozzá tudott tenni ehhez a mérkőzéshez. Reméljük, hogy hasonlóan jó csapatokat tudunk majd vendégül látni az elkövetkezendőkben, és hát bízunk benne, hogy azok a nézők, akik kijöttek ennek a csarnoknak az átadására, ők élvezték ezt a mérkőzést, és esetlegesen itt is maradnak velünk, és az elkövetkezendőkben is a nézői lesznek a csapatunknak, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt a mérkőzést lejátszottuk, és hát nagyon örülünk annak, ugye, hogy itt van ez az új otthonunk, és amit a múltkor is mondtam, nagyon bízom benne, hogy egy nagyon sikeres szériának a helyszínéül fog szolgálni az új sportcsarnokunk. Győzelemmel nem, viszont egy a felkészülésünket valószínűleg jól szolgáló mérkőzéssel avatta fel női kézilabda csapatunk, a Hódos Imre Városi Sport és Rendezvény Csarnokot. A kilátogató közönség számos alkalommal kiváló hangulatot teremtett, és reméljük, hogy a lányoknak ebből nem kevés jut majd a tavaszi szezonra is, ez is hozzájárulhat a sikeres szereplésünkhöz. Február 8-án a Tempó Kézilabda Sport Egyesület ellen kezdünk, addig is a felkészülésből rengeteg mérkőzés van még hátra, és rengeteg edzés. Én köszönöm, hogy ma velünk tartottak és megtekintettek. Tették ezt a találkozót, a viszonthallásra, a viszontlátásra.